A Szerbia és Magyarország között rekedt migránsok a két állam közötti tranzit területen harcolnak a hőséggel. A férfiak vizet hordanak a helyi kútról, a nők mosnak, a gyerekek hideg vízzel locsolják magukat. Van, aki ágakból épített takaros házikójának árnyékában pihen. A migránsok a hőségben a magyar kormány által épített fizikai határzáron szárítják a ruháikat. Mintegy 700 bevándorló várakozott a tűzőnapon a két átlépő mentén. Van, aki már egy hónapja itt vesztegel. A legtöbben még mindig embercsempészek segítségével jutnak Európába. Egy magát afganisztáninak valló férfi elmondta, ahány ország határon átszökött, annyiszor fizetett 3000 eurót azoknak az ismeretleneknek, akik segítettek neki családjának illegálisan a kontinensre jutni. A lot of person which gave the money 2,000-3,000 euro for each border. For example, from Greece to up to end of Macedonia, 3,000 euro. Többen is az embertelen körülményekre panaszkodnak. Este bogarak másznak a sátraikban, mondja egy menekült. A rossz higiéniai körülmények miatt pedig egyre több a beteg. The situation here is a little bit bad because we don't have any shelter, any countries like this we live, we just living in the ground with tents, and the night is so bad. Sokan azért nem mennek befogadó központokba, mert attól tartanak, hogyha elhagyják a határövezetet, akkor kihúzzák őket az átlépésre várók listájáról, és még több időbe telne, hogy Magyarországra jussanak.